Sziasztok, gyönyörű, szép napot kívánunk mindenkinek, gyerekek! Sziasztok, szép testvéreim! Ugye ígértem, hogy menni fogunk az Ázsiába, mert ugye szombaton szülinapra megyünk, és szeretnék az új ruhámhoz venni egy cipellőt. Hoppá! Úgyhogy gondoltam, legyen egy kis shoppingos videó, nagyon rég volt, ezért ki is kedáztam egy kicsit magamat. Kicsit. Úgyhogy, igen. Kiszállunk, akkor lesz egy kis outfit. Kicsit. Hát, kicsit, na mindegy. Úgyhogy tartsatok velünk, még nem tudjuk, hogy máma hol kötünk ki, vagyis ma. Ma vagy máma? Na mindegy, amúgy értitek, nem? Na, hát a hajam nem olyan szép, mint mikor a Timcsi csinálja, de már muszáj voltam megmosni, mert ahogy dolgozni jártunk, nagyon-nagyon poros volt, meg mit tudom én, úgyhogy go az Ázsiába. Honnan jön, meg is érkeztünk közbe Ázsiába. Na, Tinának outfit, mutasd magad. Sziasztok! Hát így kabát! 1000 forintos devergó csizmám. Az komoly. Jó néz ki a mama. Jó nézek ki? Ja. Megmutatom a tiédet is. A papa meg így néz ki. Farmerosba nyomja. Ez van. Kicsit kikerázta ő is. Hűvös van, gyerekek! És tegnap még 18 fok volt. Meg a bolond idő. Úgyhogy... Na, megyünk, aztán bentről jelentkezünk. A gyerekek, Tina megéhezett. Mielőtt körbenézünk, egy kis fornetti. Nem is ettünk, 2 óra. Nem is ettél? Látod, még dolgozni jártál velem, minden reggel reggelizett. De tényleg. Mekkorán kell. Na, úgyhogy... Szeretitek a fornettit? Én nagyon. Krémes, mákos. Kérsz olyat? Egyet csak megkóstolom. Jó? Szia, én vegyesen szeretnék fornettit, szeretnék a barackozó kettőt. Na gyerekek, kis samikázás. Én megkóstolom ezt a mákos krémeset. Imádom a mákos dolgokat amúgy. De miért? Finom. Nézzétek meg a belsejét. Na, Martina visszakapta a TikTok élőzését. Ez egy hiányzak. Majdnem 7 napig. Egy hétig. Várj, tehát pipakötszál. Akkor 3. utca? Vagy cipőt akarsz most igazából, nem? Attól be lehet nézni, nem? Ja, persze. Na, hallgatom. Borotva. Hát nem itt fogok annyi borotvát. Nem itt kell venni, csak mondom. Hogy borotva. Itt a 3. utca. Na, Tinám, körülbelül jöttünk ide, néz egy felsőt magának. Ó, oh. Szupi. Hogy tetszik. Jó, kis bolond felső. Mennyi? Mennyi ára? 5. 5K? A 3000-esek. Igen, mert már azért ezek kell ilyenek. Ez jobb, nem? Szerinted? Igen, szerintem is. Ez milyen is ez a... Ó, ilyen diáklányos, tudod. Milyen jó, amúgy, nézd már! De ehhez menne minden felső. Megpróbálja? Valami felsővel? Ha találok, várja. Ehhez illene. Fekete. Ha meglátod, milyen jó lesz. Ez mi? Mi mamának volt régen a terasz, vagyis a abrosz. Micsoda? Asztalon.
Ilyen kockás. Hú, de átlátszó. Hát ez nagyon. Ember legyen a talpán, aki ezt meri hordani. Ez meg olyan, mint egy koporsó temetésre való. Ez is ilyen tini lányos, nem? Na, a csajok, annyira mondtátok a múltkor rajtam, a ruhát még mindig van, úgyhogy tetszett nektek. Ezt melyik, milyen felsőbe kéne felvegyem, hogy... Azt mondtad, mindegy. Hogy érted, hogy mindegy? Hát azt mondtad, hogy mindegyik illik. Hát most nyilván ez nem fog illeni hozzá. De ez... Na, engedd el szerintem. Miért, Zoli, ez egy fekete pólóval, tudod, milyen jó? Hát kíváncsi vagyok, próbáld fel. Már kíváncsi vagy? Viszek innen egy valamit. Most már kíváncsi vagyok. Mi van? Jó, de jó ez, nézd meg! Na, hát inkább. És ez vakciós, 6000? Tessék! Ezek annyik, ha 6000-ek. Épp mondom, hogy milyen jó ez a kis izé, nézd már! Aha, igen! Ugye? Igen. Milyen? Csak ehhez kéne egy jó felső. Igen. Az innentől már drága. Most ezt fel, és erre rávenném, nem baj, nem? Nem. Na mennyi, próbáld meg. Végül is nem lett felpróbálva az a kis szoknyácska. Nem. De hát már Tinának tetszik, meg nem akar töltözködni. Magán hagyta. De jó egyébként ez a kis felső. Aha. Tök jó. Ez jó, mert fekete kis szoknyával is fel tudod venni, bézzsel is. Na, gyerekek. Nézd a mamára, igen, bejárnák. Lehet a mamától tanulni. Igen, bejárnák. Na hát ezt tudod, ilyen drága. Na, jó, volt itt egy másik, aztán hagytuk azt az utcát. Az, de mi van ott abban az utcában? Gyere csak. Figyelj, fogaskerék forog. Hallom, hogy az agyadban forog a fogaskerék. Milyen fogaskerék? Hát, hogy gondolkozol, hogy... Hova bementünk? Azt ilyen 2000 forintok voltak a cipők. Jaj, mindenhova bementünk, én honnan tudjam, Tina? Itt biztos, hogy nincs a harmadik utcában, innen jöttünk most. Nem ott elől lesz az egyes utcába? Nem tudom, megnézzük. A Kína itt mondod? Nem, tudod, hogy bementünk, azt néztem. Ti tudjátok, hol van? Mama, hol is voltam? Én tényleg nem tudom. De hogy nem. Csak cipők voltak? Ma... Igen. Itt biztos, hogy nem, itt minden zár, vagy csak itt édességes se. Van. Még ilyen tigrises cipő, csizmát próbáltam fel, azt mondta, hogy ó, ez nem kell. Vagy az itt van. Itt van. Zsá. Aha. Hello. Ez az? Nem ez. Ez nagyon drága, Tina. Dehogy, ezeket 24K. Majd mindjárt mondja, hogy mennyi. Ezek ilyen utolsó darabok. Ja. Ó, ezek a holdjárók, Mare. Hát egy kéret följe. Milyen? Ezek a holdjárók. Na, indián cipő, Tina, ilyen kell neked. Ahhoz a izéhez.
Mihez? A ruhádhoz, az amilyen rojtos. Persze, ha mindent rám szólsz nálam. Ahogy ez mi? Nézed már az a... Cső. Hát, na. Ezt elég benne cipelni. Be lenne olyan izomlázat, Tina, hogy... Ez az ember, te. Ezt próbáltam, de mit mondtam? Ezt még mondtál, mert így volt. Van zöldbe is, Tina. De ez nem olyan. Ez milyen? Megpróbáljam, akkor megnézed rajtam. Hm? Rókacipő? De ez miért mondod azt minden ilyen cipőre? Egy olyan orra van neki. De miért? Milyen az orra? Hát a rókáknak ilyen hegyes orra van. Úristen, gyerekek, ezzel gyere el, elviszi az egész kedvedet. Ez. Na. Szerintem ez ott van, ami. Pedig a 6000-re kacikőn van, amit mondtál, mondtál. Jó, drága more. Na, gyerekek. Ilyen a fűzője. Ilyen szép. Hát ez csak így ilyen, így feldobja igazából. Tetszik. Na, neked hogy? Szép, amúgy. Megdobja, ez a izé dobja meg. Ez, oda. Ugye? Uh-huh. De ez jó lesz a ruhádhoz? Amit... Így perces, az a baj. Hát egy picit nagy, de... 39-40. Kényelmes? Igen, amúgy kényelmes. Egyébként. Figyelj, meg kikötődött. Tudom. Valahol láttam egy ilyen szép rózsaszín valamit. Még bevertek a babára. Szavasz, Móra, hogy hínak? Még ezt megnézem. Na, vedd fel. Na, most mit keresünk? Hát, nagy volt ez a... 9-es volt. Azt mondják, hogyha veszekapom butelbetétet. Itt van a barátnő. Nincs itt? Hello. Szóval egybe óvodá jól lenne, nincsen? Mit múltkor próbáltál itt? Felmértünk sikert. Ilyen zárvalom, pedig itt szoktam nézni a cipőt. Basszus. Milyen sok zárva van, mondja még? Nem tudom. Nyaralni vannak, vagy nem tudom. Szia. Igazából egyébként fizés kéne. Milyen? Itt van az a ruhám.
Az a hídjelmintás. Tudom, van az a 500. ruhád, igen. Még hol vannak itt az a cipők? Ezek itt vannak, itt lent. Hát ez is van, hogy sokkal. Az ebédelni van. Azért mondtam, menjünk át a másik részletbe. Hát Tina, ott van, szembe. Nem abba. Hát melyik másik rész? Az öregbe. De menjünk át akkor oda. Menjünk át akkor a nyugati szárnyba, de hát ott... Na, együttünk a nyugati szárnyba. Hol a kis szárny? Oda a cipő, zokni, harisnya. Ez a lánc, hogy... Hozzam? Hozzam. Mi van ebben? Ebben még 56-os katonák is lehetnek alul. Benne. Semmi. Egyszer voltunk benne. No, nincs. Nincs az ízlésednek megfelelő. Mindig, hogy mondod. Ugye? Hogy ismersz már. Hogy olyan szép ez a magas fényű fekete. Nem tudom, hogy... Húzok a csizmát. Szép. Szépen megy, szóval ilyen rózsaszín, és akkor van benne fehér. De mihez akarod azt? Tudod, ez egy pár ízés ruhám. Megkeresem az egyik videó. Na jó. Na gyerekek, hát most nem találtunk semmit amúgy. Igen, de úgyhogy megyünk át a pólusba. Ja. Ez a KFC-t. Éhes vagy? Nem inkább. Nem inkább. Sajnálom, na jó, van gyerekek, gyertek akkor velünk át is. Szantunk pólusba. Valami Michael Kors. Michael Kors. Nagyon éhes vagyok. De ott hol akarok enni? Ott a sok girosz. Azért. Nem akarok én már itt kint enni. Hát nem is jó. Nem szeretem már ezeket a hajákat. Hazamegyek. Szépen jól lakom. Veledok-e. Jól lakom. Hangosabban! Nem! Hangosabban! Ki lakik oda bent, kit fejt a víz? Ezt mondja, Bob! Itt van a Juniornak a titkos vizé. Ja, tényleg! Itt menjünk már be, mert fázok. Gyerekek, hideg van. Nézd! Nézd az illatomat? Arra! Érszem, igen. Kaptam az elitól. Ő megkapott tőlem egy parfümöt. Vagyis, ugye gyerekek, kapni. Ne felejtsétek el, holnap nemzetközi Zoltán nap lesz. Akkor bemegyünk a Douglasba? Igen. Igen, igen, igen. Hogy én kérek szépen egy parfümöt. Melyik? Milyen?
Majd azt én tudom. Hosszú. Látod, itt tudsz venni nekem napszemüveget. Aha. Minden második napszemüveg 50%. Tényleg? Várjál csak. Tehát, hogyha kettőt veszünk, én is veszek magamnak. Meg te is, akkor az egyik kölyünké fél árba van. De miért szeretnél? Te Michael Kors vagy miért? 39 ezer a pak. Ralph Lauren. Gucci. Úristen, és hogy rányoltam az elsőre, mi? Á, Zoli, és egyből érted, egyből. Jól néz ki a mamán. Várjál, mama, papám. Más. Az alacsonyabb bármi. Igen, az olcsóbbik az 50%. Ez a olyan jó, ne? De hát annyi féle van itt. Guess? Ez annyira nem. Fosszi, Ralph Lauren. Nézd meg! Ez is jó. Már mennyivel másabb egy gyered. Gucci. Hol van? Gucci. Itt fönt. Amúgy igazából én egy Gucci-t szeretnék magamnak. Igazából. Úristen. Jó. Na, ezt is megnéz. Mennyibe kerül? 71 ezer. Na ez. Nem áll jó. Ó, de kár. Nem veszek én ilyen drágán szemüveget. Prada. Az drágám. Nem jó. 100 000 forint. 100k. Ez 20%. Ah, nem, mondom, esküszöm. Ez áll a legjobban. Aha. Ugye? Igen. De ez milyen márka? És de van még 20%, 39 000, és akkor ebből még 20% lejön. Gucci? Nem Gucci, nem? Honnan vetted el? Ja, Guess! Guess? Aha. Guess. De ezek női? Vagy szóval van itt a férfiak a nő? Vagy ezek ilyen uniszexek, mi? Ki? Mi? Hát ezek. Versace. Mutasszű, ez ilyen mamás nagyon. Mennyi ez lenni? 65 ezer. Minusz 20. De jó lenne, nagyon drágák amúgy ezek. Mondtam, hogy... Nagyon jó. Szia, Peti. Hello, Peti. Mondtam, hogy Ó, nézzed már. Na, tessék, adok egy ajánlatot neked. Szüli napodra vagy kapsz egy ilyen szemüveget, vagy a Serge of Parfumot. Válassz a kettő közül. Micsoda, melyikből? Vagy egy szemüveget innen. Igen. Vagy egy Serge of Parfumot, a kéket. Hát de a Serge of az is drága. Hát na, azért mondom. Szüli napodra, vagy ez, vagy az. Kettőt nem lehet. Versace-val nem bírsz. Amúgy nem. De várjál, de milyen melyik márkából választhatok? Hát amikből akarsz. Dolce & Gabbana. Hát ez milyen? És amúgy ezekből lejön 20%. Hát, de aranyosak. De már kettőt éri meg benni, mert a második meg fél áron lesz, látod? Húzani. Mi az? Bocsi, ez 72 ezer. Ó, mint GVM, mi? Eszem, te ezt vedd meg nekem akkor. Azt? De ez nagyon drága. Ennyi? 70? 2000, de ebből lejön még 20 százalék. 72? Akkor majdnem 15 lejön belőle. Akkor mennyi lesz? 40 valamennyi, vagy 50 körül.
De és hogyha ezt pont elviszik, akkor mi van? De ja, szerinted egy darab van? Amúgy se ezt kapod, ez csak egy kiállítási darab. Na, akkor ezt szeretném. Biztos? Igen, 100%. Ezt a Gucci szemüveget. Jó. De akkor Gucci lesz a toka is, nem? De amúgy nem nézek már, ezt szeretném, jó? Jó, még egy hónap, úgyhogy még gondolkozhat. Nem, én ezt szeretném, Zoli. Melyik Gucci várja, vagy még? Ezt még megpróbálom, de... Jó, ez is. Á, Gucci-val nem bírsz, ugye? Akkor már inkább ez, nem? Á, Zoli, nagyon komoly. De most bírsz a Gucci-val, vagy nem? Nézd meg ezeket. 70 ezer, ez is. Na? Az férfi, nem? Aha, ma tesz. Nézd meg. Hát igen. Na? Hát igen, gyereke. Gucci az Gucci, nem? Jó. Ezek a Versace-ek jó. Ezek se. Na de látod, felveszel egy ilyen szemüveget? Mennyire? Felöltöztet, mi? Hát itt csak ránézek a szemüveget. Tedd vissza. De ne ejtsed. Ez olyan... Ez is jó. Ugye? Uh-huh. Csak a Gucci-t akarom, nem? A mamán az eredetiek minden jó, mi? De amúgy, hogy mind jó lát. Még ezért ezt is megnézem. Jó van, már kirakatot nem akarod? Na figyelj, van egy hónapot, gondolkozz el, mit szeretnél. Az nem. Az nem, ez olyan nagyon. Nem gondolkozok, én ezt akarom, nem tudom. Jó, úgyis elhívlak, mert azért csak föl kell próbálnod. Bá, nem ez. Már ahogy elsőnök ráfogtam. Hű, de ez nagyon átlátszó, látni a szemedet. Nem amúgy. Baj. Nem baj? Nem. De viszont, de nézzél már bele. Jó, sem nézegetek. Nézzetek bele. Bele tudnak nézni valahogy. Mm-hmm. Így, most. Na. Ennyi. Úgyhogy le is fotózom. Na, fotózz le, megyünk tovább. Na, hogy tetszettek ezek a fasz a szemüvegek? Jó. Jó, akkor nem sokat kell aludjak, hogy megkapjam. Hát, na, igen, egy hónap. Picit több, mint egy hónap, de... És nem lehetne előbb? Nem. Miért? Mert nem születtél előbb. Még ha előbb születtél volna, látod, már megkapnál. De és hogyha el fogják vinni? Jaj, Tina, de hogy viszik el? Abból szerinted egy darab van? De ha jössz megvenni, akkor hozzál engem is, mert lehet, hogy még másikat választok. Persze, hogy hozzak, hát nem vennék nélküled azért. Csak föl kell mindent próbálni. Akkor már ugye érdemesebb lenne még egyet, mert a másik hát csak fél áron. Hát egyet venni, igen, neked másik is. Másik csak fél áron. Tényleg mondjuk a 70, akkor 35. 35, igen. Na, akkor vegyél meg. Megéri. Egyed már Gyuri bácsinak nincs kényelme. Nem tudna valamit kérni. Nézze. Most komolyan mondom. Na, akkor irány a Douglas. Most látok, elkezdett esni, szakad az eső. Sziasztok. Gyerekek. Úgyhogy gyorsan kirohantunk. Na, úgyhogy mi most megelőztük a holnapi napot. Én Zoltán napra, a Tina nőnapra megajándékoztuk egymást parfümmel. Mutasd a tiédet, mit kaptál. Na, hát... Elsőnek a Douglasosoktól kaptam egy... De kaptunk ilyen... For Men, Eau de Parfum, Natural Spray, valami gizalda. Ezt van benne krémek. Ajándék, lónap, ne nézd a fogát. Én maradtam a Givenchy-nél, ugye ismeritek, tudjátok, hogy mennyire szeretem. Ez az egyik legkedvesebb illatom, ez a Givenchy. Ez ilyen tényleg ilyen úri illata van, nagyon-nagyon szeretem. Gyerekek, jó. Tudom, hogy nem olcsó, de viszont megéri az árát. Ez Eau de Parfum, nem de jó, de a múltkor is egy évig használtad, de? Nagyon sokáig használtam, és az csak a 30 millis volt, nem az 50. És most
Hát egy pár ezer forinttal drágább volt az 50 millis, mint a 30, és ezért úgy gondoltuk, hogy ezt vesszük. A Zoltánka pedig tőlem kapott. Most kipróbálom ezt a Gucci-t, nem tudom milyen. Ezt a Gucci-s valami. Hát megmutatom, mi van benne. De ez is Eau de Parfum. Úgyhogy nagyon jó, nagyon-nagyon jó illata volt. Van hozzá egy sóvergél, egy tusfürdő és egy parfüm. Ez nem tudom hány millis, 50 vagy 30. 50-es. 50 millis, igen. Ja. Na, úgyhogy ezt vásároltuk magunknak. Ja, ennyi volt az ajándékozás. Árat nem mondunk. Úgyhogy ennyi volt az ajándékozás. Igazából már Zoli is ki volt fogyva a parfümödből, őszinte vagyok. Én is ki vagyok már egy darab parfümön volt már, csak igaz, hogy már nem is tudom, mikor vettünk utoljára a parfümöt. Mind a ketten ki voltunk fogyva, és ezért úgy döntöttük, hogy akkor egymásnak parfümöt veszünk. Én maradtam a Givenchy-nél, hogyha tényleg mentek ilyen Douglas-ba, vagy valahova, akkor szagúzzátok meg, ennek pacek illata van. Na jó, úgyhogy el is köszönjük, mi húzunk haza. További szép napot kívánok nagyon mindenkinek! Nagyon éhesek vagyunk, úgyhogy hazamegyünk, eszünk egy kis gyroszt, és akkor ennyi, gyerekek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. További szép napot, szép estét kívánunk. Látjátok, gyerekek, mert ezért kell dolgozni, hogy megvegyetek magatoknak mindent. A Tina is költötte a pénzét. Amit kaptam, fizetést. Na, az Eli. Jó, hát csak a tiéd. Na mindegy. Na mindegy, ez van. Úgyhogy akkor legyetek jók, majd talizunk. Sziasztok! Puszi, sziasztok!